Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks FM-en. A házigazda Somogyi Solymos Eszter. A technikánál pedig Strasser Andrea. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek a Suki koktél után 2021. október 3-án, vasárnap 9 óra után 4 perccel. Adásban vagyunk Eszterrel együtt, de nem egy helyen. Rendhagyó lesz ez a mai műsor. Mindenek előtt nem tudom, hogy Eszter kolléganőm kipihente magát a tegnapi gerjeni 3000-es futballtorna és a falunap után. Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Igen, kipihentem magam, és bármennyire hihetetlen, felelősségteljes állampolgárként elhagytam este az autómat, úgyhogy a fügetaxinak köszönhetően érkeztem ide le a Spájzra, és melegváltásban voltunk, hiszen a Sukit hazavitte, engem pedig fölvett, úgyhogy egy ilyen rögtönzött szerkesztőségét is tartottunk a taxiban, hogy mégis mi újság, hogyan zárt a Suki koktélt, és mit lehet majd tőlem, mire lehet tőlem számítani itt a Spájzon, úgyhogy frissen üdén megérkeztem. Most már azért mondhatjuk, hogy az árusok kipakoltak, és most már tényleg itt várakoznak a Spájzon. Nem tudom, Andi, te mennyire vagy csokoládé imádó, hiszen ez a nap a csokoládéról szól. Hát figyelj, melyik 40 év feletti nő nem az? Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz gond egyébként a dióval sem. Tehát egyébként Suki felvezette ugye 8:30 körül, hogy spájzolni fogunk ma, és a műsor azért lesz rendhagyó, és úgy leszünk két helyszínen, hogy a helyszínről jelentkezel, mert hogy kétnapos a Spájz Pakson az Erzsébet szálló előtti téren tartózkodott. Nem tudom, hogy hol vagy, most nagyon csönd van körülötted, még elbújtál valahova. Képzeld, levonultam egy kicsit itt a Dunához vezető útra, lesétáltam, hogy hát, ha jobban hallhattok, és az igazi nyüzsgést pedig majd a helyszíni sátrak alóli bejelentkezéskor majd hallhatjátok. De mondom még akkor, itt biztonság kedvéért lejöttem, senkit ne zavarjak, engem se zavarjon meg senki, és most még egy kicsit félrevonulva jelentkezek be, de hamarosan már az árusokkal is fogunk beszélni, bár legelőször maguktól, a szervezőktől kérdezzük meg, hogy hát hogy is van a csokoládéimádók napja, és mire készültek, mi volt az apropója az idei témaválasztásnak, vagy hát az idei, hát így többet is tartanak, tehát a mostani Spájznak mi volt a témaválasztás oka, és az árusok milyen nagy örömmel készültek, hiszen remek időt fogtunk ki, ahogy tegnap is a 3000-es tornán, így a mai napon sem panaszkodhatunk, és ahogy te is említetted, tegnap a dióé volt a nap. Mondhatjuk, hogy azért nem jöttünk ki tudósítani róla, mert féltünk, hogy dió potyog a fejünkre, de nem igaz, hanem nem voltunk sajnos a városba, és hát a műsorom is vasárnap van. És hát ahogy a bevezetőben is mindig mondjuk, az aktuális eseményekkel foglalkozunk, most se teszünk másképp. Ha már Spájz, akkor kijövünk, és én amúgy is szeretem a kihívásokat. Nem tudom, Andi, emlékszel valaha olyanra, hogy adásban külső helyszínről sugároztunk? Biztosan mondhatom neked, hogy a 20 év alatt nem volt ilyen. Wow! Örülsz? Na, én örülök. Én mindig szeretem a kihívásokat, és hogy csináljunk olyat, amit még soha. Úgyhogy ez is egy ilyen alkalom lesz. És mindenkinek azt ajánlom, hogy kosárral jöjjenek. Én sajnos elszámoltam magamat és a taxit is, így csak egy kis táskával érkeztem meg a telefonnal a kezembe, de felmentő seregként szóltam a családnak, hogy jöjjenek majd utánam, mert kelleni fog a kosár is. Igen, de általában én úgy tudom, hogy fonott kosarakat is lehet lent kapni a Spájzon, nézzél körül. Jó, akkor egy rövid zene után kezdünk, ahogy szoktunk. Így van, így van, hamarosan visszatérünk. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között adásban. Paks és környékének aktuális témáival, eseményeivel. Adásban. A stúdióban Strasser Andrea, a helyszínen pedig Somogyi Solymos Eszter, nem is akárhol. Ma van a Spájz, a termelői vásár második napja Pakson a Szent István téren. Ma délelőtt 9 és 10 óra között élőben tudósít a helyszínről. Eszter, halló, halló! Hello, sziasztok, köszöntelek titeket, és hát igen, ahogy ígértem is, Szink Dóra szervező áll itt mellettem, akitől akkor megtudhatjuk, hogy az idei csokoládéimádók napjára miként készültek. Dóri, hát elérkezett az október, és gondolom gőzerővel készültetek arra, hogy spájzolhassunk most is. A csokoládéimádók napja van ma, tegnap ugye dióztunk. A csokoládéimádók napjára miként készültetek, idén milyen újdonsággal tudtatok készülni számunkra?
Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit. Hát valóban nagyon nagy készülődés volt, ez már a negyedik csokoládéimádók napja egyébként, ez egy nagyon sikeres spice nap, és ezért szoktuk évről évre megszervezni. Mindig törekszünk arra, hogy újabb és újabb árusok jelenhessenek meg, és hogy ne legyen unalmas az ideérkezők számára. Minőségi termékekkel, újabb csokoládésokkal is készültünk. Több mint 22 csokoládépont van ma a spájzon, ami azt jelenti, hogy több mint 22 helyen lehet csokoládéval kapcsolatos termékeket találni. Van pontlistánk is, úgyhogy aki kiérkezik a spájzra, annak érdemes végigjárni ezeket a helyszíneket. Ha csak azt mondom, hogy például a mézes, Müller mézesnél négyféle csokoládés terméket is meg lehet kóstolni, amit én már meg is tettem, és tényleg ajánlok mindenkinek, akkor azt gondolom, hogy tényleg a termelők nagyon rákészültek erre a napra. Gyönyörű az idő, a játszóházunk ma már bent látogatható, a Sáfrányházas párnak a segítségével, ők is készültek egyébként a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozással, aminek köze van Gombóc Artúrhoz, úgyhogy érdemes benézni oda is, és kilátogatni a spájzra. Ahogy említettük, ugye tegnap viszont dióztunk. Hogyan zártuk a tegnapi diónapot? Egy nagyon sikeres nap van mögöttünk, és ezért végtelenül hálás vagyok a paksi közönségnek, hiszen azt mondták az árusok, hogy kiváló volt a látogatottság. Van olyan termelőnk egyébként, aki ma érkezett volna, és tegnap mindent eladott. Azért fel szoktak készülni erre, de tényleg iszonyatos nagy volt az érdeklődés. Nyilván ez köszönhető volt annak, hogy nagyon sokan szeretik a diótermelőnk itt volt, pucoldióval, rengeteg diós termékkel, kiváló idő volt akkor is, és hát látjuk azt, hogy nagyon szereti a város ezt a rendezvényt, és ezért egy nagyon sikeres napot tudhatunk magunk mögött. Azt is tudjuk jó, hogy Dórika szervezők, és majd Matus Dórit is meg fogom kérdezni, hogy milyen volt a mezőgazdaság az idei évben. De tőle, Dóri, még azt szeretném megkérdezni, hogy azért évről évre több eseményt, alkalmat is megszerveztek. Mi az, amit titeket inspirál, mi miatt mondjátok azt, hogy ezt nem lehet abba hagyni? Hát a termelők iránt és a város iránt való elköteleződésünk az, ami újabb és újabb lendületet ad. Nem mondom, hogy könnyű megújulni, és azt sem, hogy mindig ugyanolyan lendülettel tudjuk elkezdeni a szervezést. De aztán, amikor véget ér, és azt látjuk, hogy a termelőink mennyire hálásak, és mennyire sokat jelent számukra, nem csak lelkileg, hanem anyagilag is ennek a rendezvénynek a megszervezése, és amikor a városban élők is azt mondják, hogy mennyire jó ide lejönni, barátokkal találkozni, együtt lenni, kiváló partnerek vannak és támogatók mögöttünk, akkor azt mondom, hogy innen kapunk lendületet, inspirációt, és tényleg próbáljuk mindig színesíteni, bővíteni. Ugye a tegnapi napon volt egy agrármarketing konferencia, amit szerveztünk, ami szintén teltházzal futott végig, és a NAK közreműködésével. Tehát próbáljuk mindig hozzátenni azt a pluszt, amit ugye az életnek a változása és a világnak a mozgása is azért inspirál minket e felé. Azt is tudni kell, és ahogy említettem is, érdemes családdal együtt érkezni, hiszen Dóri is említette, hogy program van bőven a gyerkőcöknek is, de azt is tudjuk jól, hogy az emberek játékos kedvek és szeretik a meglepetést, vagy valami apró figyelmességet. Idén milyen apró figyelmességgel készültetek? Van-e valamilyen játék, vagy lehet-e valahogy egy kis kedvességhez hozzájutni? Ugye mindig van a nyereményjátékunk, amit nagyon szeretnek az ideérkezők. Ezen kívül tegnap egy kincskereső játék volt, ami 75-en vettek részt rajta egyébként. Családok volt, hogy csak a szülők és a gyerekek pont nem voltak itt velük, tehát egy nagyon változatos és kedves program volt, és nyilván az, hogy itt vagyunk, és van olyan vendéglátós partnerünk, az Erzsébet nagy szálloda külön készült a mai napra, forró csokoládé különlegességekkel, mind a sütemény kínálatába is, tényleg a terasznak a nagysága, a kiülési lehetőség, minden adott ahhoz, hogy itt 2-3 órát eltöltsenek a családok, a gyerekekkel, a barátokkal, a szülőkkel együtt. Úgyhogy ez tényleg egy olyan élmény, ami nem csak a vásárlásról szól, de ha vásárlás, akkor ezt kiemelném, hogy minőségi termékekkel találkozhatnak, és ami nagyon fontos, és kevesebbet beszélünk róla, hogy ezek a termelők az ökológiai lábnyomunkat is csökkentik. Saját termékeket dolgoznak fel, közelről érkeznek, tehát nem arról van szó, hogy egy Amerikából vagy Afrikából behozott terméket dolgoznak fel, hanem az ő földjükön megtermelt a saját energiájukat. Tehát azért mindig oda kell arra figyelnünk, amikor a helyi terméket veszünk, hogy magas minőségű termékről van szó, és egyébként pedig környezettudatosak ezek a termékek. Andi, hát akkor helyből helybe érkezett a rádió is, hogy a mi ökológiai lábnyomunk is minél jobb legyen.
Hamarosan Matus Dórival fogok visszaérkezni, addig ne menjetek sehova, mi egy kicsit zenélünk, igaz, Andi? Így van, Eszter, köszönjük szépen, és árusok is mikrofon elé kerülnek majd? Képzeld el, hogy már egy-kettőre ráhoztam a szívinfarktust, és felkészítettem őket, hogyha én megjelenek, akkor nem azt mondom, hogy maga vagyok a pokol, hanem inkább az öröm. El tudják majd mondani, hogy mi mindennel készültek, úgyhogy már beszéltem velük, és várnak engem, úgyhogy meg fogjuk tudni ismerni például azokat az új termelőket is, akik eddig itt nem voltak, de csupa remek termékkel érkeztek. Oké, tehát boldogok oda lenn, mindenki boldog. Eszter, köszönjük szépen, egy rövid zene, és jövünk vissza. Adásban. Vendégeink nem is akárkik, és nem is akárhol, illetve akárhonnan jelentkeznek ma be szó szerint adásunkba. Pakson a Szent István téren csokoládé imádók napja van ma a Spájzon a tegnapi diónap után a termelői vásáron. A helyszínről tudósítunk ma Somodi Solymos Eszter kolléganőm a helyszínen. Halló, halló! Sziasztok, köszöntelek titeket ismét, és hát az előadás varázs, hogy semmit nem lehet előre kiszámolni. Semmi sem tökéletes, de pont ettől hihető, szerethető és szép. Úgyhogy nem a Matusz Dórival érkeztem, mert neki el kellett rohannia, de jön vissza, hanem rögtön egy olyan termelőhöz álltam be a pultba, aki még eddig itt nálunk nem volt. A Farkas Farm képviseletében kit köszönthetek? Farkas Mártvány vagyok, és Szeged Melősen Szaváról jöttem. És a Farkas Farmnak kiemelik a tulajdonosa, gyakorlatilag egy kis gazdaságot működtetünk a párommal, kicsivel több mint másfél hektáron gazdálkodunk, és gyümölcsörtöket, legfárokat, gyümölcsösszalványokat és teafüzeket készítünk. Nagyszerű, és hát hogyha én itt körbenézek, Andi, képzeld el, tele vagyunk mindenféle üvegekkel, talán törpök, és menjünk bele a részletekbe szerintem, mi mindent látunk itt? Gyakorlatilag egy gyümölcsösszöket készítek, ugye nagyon magas minőségben, nem használom semmilyen tartósítószert, hogy a hűtelésre van tartósítva, magas beltartalmi értékkel, és nagyon finom, valamint ugye gyümölcslegfárokat készítek, mint például zserbó legfár, ami sárga brasztalappal, belgrécsoki, pirított fördióval, akkor ugye mivel a mezőgazdaságban főként bogyós gyümölcsökkel foglalkozunk, így főként ugye olyan gyümölcsöket dolgozott fel, van piros hívű legfáron, fekete ribizi, fekete elfonya, akkor van már legyen a bőrgön vaníliával, és ugye mindenféle gyümölcsasztalványokat készítek, van vasszitom ültetvényem, vagyis egy 10-12 fából álló ültetvény, és vasszitomból is készít egy gyümölcsört, gyümölcsasztalványt, lekvárt, és egy kóstolhatóak is. És ezek mind saját termesztésből bekerült gyümölcsök? Tehát mind a sajátod, vagy azért be kell szerezni a környék termelőitől is? Nem, csak saját saját gyümölcsből dolgozunk, ugye mi felvásárlókkal, de egy-két tűzszer, esetleg csokoládé, vagy olyan, amit ugye nem tudunk mi megteremelni, az éghalaton nem terem meg. De ilyen, hogy mangó kívülban elérekkel nem dolgozunk. De ahogy látom, nem csak törpök, lekvárok vannak, hanem van egy üveg, és most felteszek egy igazán szőkenő kérdést. Például itt van egy üveg, amiben ilyen kis füveket, fűszerűségeket látok. Az mi és mire való? Igen, ez nem fűszerek, hanem gyógyszerfűkeverékek. Ugye nagyon teás vagyok, és nálunk a gyerekek, ugye van három pici gyerekünk, és nagyon szeretik a teákat, és ugye ezért volt az ötletben, hogy otthon ugye ültessünk, vagyis hogy termeljünk kamillavirágot, citromfűt, mentát, hasonlókat, és ugye ebből elég sok fajtát, és ebből állítottam össze a teafűkeverékeket, és először ugye a saját ízésünk alapján, meg ugye, hogy valamilyen gyógyhatás is legyen magának a teának. Mennyire volt nehéz az idei év, ahogy említetted, a gyümölcsökből készíted a termékeket, mire számolsz egyébként most a gyümölcsök terméshozamát tekintve? Több, kevesebb, vagy az átlagot hozta? Nekem a gyümölcsök tekintetében nagyon érdekes volt az éven, mert főként bogyó gyümölcseink vannak, de a szerelből rekordévet váltunk, a piros ribizink is nagyon szép volt, ugye nagyon meleg miatt a fekete ribizé része az ugye lehullott félére felnapotba, de a barackunk, az őszi barackot teljesen elfogyott, a sárga baracknak olyan 40%-a maradt meg, de a szilvából, meg a többi gyümölcsből nagyon jó termés volt. Amikor meghallottad, hogy jöhetsz a Spájzra, egyébként hogyan készültél rá? Jártál-e már nálunk itt egyáltalán Pakson, és mi fogadott téged, mikor ide jöttél? Nem voltam még Pakson, ugye termelő ismerősömtől hallottam, hogy itt van egy ilyen rendezvény, és hogy nagyon magas színvonalú, és ugye én többnyire olyan rendezvényre csak szeretek járni, ahol a vásárlókat érdekli azt, hogy mit készítek, érdekli azt, hogy mit képviselek, milyen terméket állok, szeretnek kóstolni,
szeretnek beszélgetni, emberi kapcsolatokat építeni. Úgy hallottam, hogy a spa ez az ilyen, és ugye tegnapi nap volt az első nap, amikor voltunk, és teljesen nagyon barátságos volt a vásárlóközönség, nagyon jó volt velük beszélgetni, kóstolt a vásárolatok egy színben, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az első nap. A mai napot pedig ugye izgatottan várjuk, hogy milyen lesz. Hát én is izgatottan várom már ide a férjemet is, nem csak a pénztárcát, hanem a kosarát is, mert kinéztem ezt azt magamnak, Andi, nem tudom, neked volt, amire érezted, hogy torran a nyálad, és de jó lenne a jófej kolléganő vinne majd a stúdióba? Hát figyelj ide, ugye beállítottam magam meg a gyomromat a csokoládéra, de egyébként ez a jó a Spice-ban, hogy attól, hogy csoki imádók napja van, még számos más termék van, és fogadjunk, hogy kosarat is lehet kapni. Legalábbis a fotó, amit posztoltunk. Van. A fotó, amit posztoltunk a Facebookon, hogy egyébként pont ott a lábaidnál áll egy fonott kosár. No, egy szó, mint száz, egyébként ami a Farkas családot illeti, engem mindig az érdekel a leginkább, hogy ő mit ajánlana. Tehát melyik szörpöt ajánlaná most, hogyha ott rögtön vásárolnánk? Egy szezonális gyümölcsből készültet, vagy van esetleg neki egy kedvence? Amit első alkalommal szoktam mindig ajánlani, az a szamóca vagy a málnak szörp, mert a tuti befutó. Ha? Na, de akkor egy tuti befutó szörpet fogok megérkezni hozzád adás után. Jaj, de jó, ezt nyertem meg. Aha, tehát ezt a tudta... Oké, ez volt a mai játékunk feladványa. Szuper. Merre fogsz tovább menni? Megyek most tovább, és vagy a Matus Dórival érkezem, vagy pedig a mézesek is ígérték, hogy hamarosan megjön Müller József, és megtudjuk tőle Jocótól, hogy milyenek is ezek a csokoládés mézek. Bízunk benne, hogy itt a nagy forgatagban most már akkor érkezek egy csokis termékkel is. Tehát attól, hogy méz, attól még csokis. Nagyszerű. Oké, Eszter, várjuk a jelentkezésedet. Szia, szia! Sziasztok! Adásban kérdezünk. Adásban hozzuk a választ. Eszter kolléganőm a Spájzon tartózkodik a termelői vásáron, ahol csokoládéimádók napja van. És hát, ha minden igaz, egy újabb standhoz érkezett Eszter, mézezni fogunk, de lesz benne csoki is. Szia Eszter, itt vagy újra? Sziasztok, igen. Tényleg teljesen kiszámíthatatlan a ma reggeli adás, mert soha nem onnan jelentkezek be, amit beígérek. De most képzeljétek el, hogy egy csokoládé standjánál dekkolok, állok, és hát mondhatni, csokoládé választékból nincs ilyen, és már is mondom, hogy miket látok. Itt van például egy kék frankos limitált kiadás kézműves borcsokoládé, de amelyik gyerkőt eddig csak azt hiszem, hogy nyalóka cukorból készül, hát van egy remek hírem, hogy nem, mert van csokoládéból is. És vannak olyan csokik is, amik gyönyörű népű motivumos dobozokban vannak, és különböző gyümölcs aszalványok díszítik, úgyhogy aki ne adj Isten, valamit most ünnepel a családban, és a rokonok még nem készültek föl semmilyen ajándékkal, azoknak is tudjuk azt ajánlani, hogy jöjjön ide ki, mert itt akkor bármit be tud szerezni. Úgyhogy a csokoládé standjánál sajnos nem tudok interjú alanyt biztosítani, mert a hölgy nagyon-nagyon-nagyon mikrofonlázban ég, viszont azt tudom mondani, hogy nagyon nagy a választék a csokoládé standjánál is, és közben megérkezett az az ember, akitől viszont megtudhatjuk, hogy mit lehet tudni a csokoládés mézekről. Jótól fogom megszólítani. Sziasztok, gyere egy kicsit oda a hangfal mögé beállunk. Hát, ha egy kicsit hallhatók is leszünk, igaz, Andi? Hát az jó lenne, igen, főleg a csokis mézről is szó lesz. Tehát csokoládés, szóval képzeld el, Jótól megérkeztünk a csokoládés standtól, most ide hozzád a mézes standhoz, mert hát Müller József nem csak mézet készít csak úgy önmagában, hanem vannak, amik azért olyan különlegesebb ízek. Milyen mézeket lehet itt a csokoládéimádók napján bezsebelni tőletek? Ez nagyon érdekes, hogy ezt engem kérdezem, mert igazából ez volt a feleségemnek a reszortja ezeknek az elkészítése. De van fehér csokis, belga csokis, karamellás és nutellás mézeink vannak még. Ezeket mennyire nehéz elkészíteni, és mondhatnám, hogy majd te fogsz válaszolni, de a feleséged itt áll, és őt most, nagyon könnyű. Őt most így rögtön letámadom, hogy mennyire nehéz őket elkészíteni, honnan jöttek a receptek? Hát a recept az teljesen saját készítés, saját elképzelés, hát ki kellett kísérletezni, miből mennyit, hogy nem lesz túl édes, mikor lesz jó az állaga, meg mi az, ami passzol igazából a mézhez. Ez az első alkalom, hogy ilyeneket készítetek, vagy emlékezhetek rá, hogy már korábban is volt hasonló terméketek, mert én úgy emlékeztem, hogy már hozta minden. Igen, a legutóbbi csokis napon is készítettünk már belga csokis, és akkor csak belga csokis karamella volt, karamellás méz.
És még milyen volt? Itt a Jottó segít minket ki. Volt még rózsaszín csokis mézünk is. A Rubi? Rubi. Igen. És egyébként összességében azt is el lehet mondani, ha valaki nem csokoládé és mézet szeretne vásárolni, nálatok más mézet, a hagyományos értelemben mézet is be lehet szerezni, és akkor most már jól hozzád fordulok, mert ebbe te vagy a zseni és a király. Milyen mézeket lehet beszerezni tőletek? Hát mondom úgy, ahogy szoktuk őket pörgetni, jó? Tehát van a repce és a galagonya, az körülbelül ugye egy időben szokott virágozni. Utána ugye jön az akát, a hárs, és a vegyes mirágmézünk. Ezek vannak. Ja, és a napraforgó, igen, köszönöm. És ez mellett még a párom nem mondta el, hogy szoktunk diós, mandulás, és most van tök magos mézünk is. Akkor ti tulajdonképpen vörös áponyás, és akkor tulajdonképpen ti a diónapon is teljesen ide passzoltatok, hiszen volt és van diós méz, és még most is lehet belőle kapni? Elfogyott, hál' Istennek elfogyott. És egyébként mit lehet elmondani az idei méz mennyiségről, miből van a legtöbb, és melyikből szokták a legtöbbet vásárolni? Akácból viszik a legtöbbet az emberek, azon a sláger, de az idei év az nagyon rossz, és egyébként a tavalyi év szintén nagyon rossz volt, úgyhogy abból nagyon kevés van. Hát addig tudjuk adni, amíg a készlet kitart. Ezen felül a napraforgó az nem lesz rossz. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a nap azért is jó, mert akkor most tényleg be lehetne spájzolni a mézből, mert most még van akácméz, tehát érdemes kijönni. Igen, ez egy jó alkalom erre. Nem tudjuk, hogy karácsonyra lesz-e még. Na hát akkor Andi, innen üzenjük a hallgatóknak, hogy mindenképpen az akácmézből, mézből most zsebeljenek be, mert nem biztos, hogy lesz karácsonykor, és akkor a mézes puszedlik és társaik miből fognak elkészülni. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy hát ti már rendszeres visszatérői vagytok itt a spájznak. Mondhatjuk azt, hogy alapdarabok vagytok. Az első alkalomtól kezdve, hogy az összes spájzon itt voltunk. Helyi termelőként egyébként miként látják, hogy miért fontosak ezek az alkalmak? Mit tapasztaltok itt általában az Erzsébet előtti téren? Miért tartjátok fontosak, hogy ti mindig itt legyetek és jöjjetek? Nekünk azért ez egy jó piac mindig. Tehát itt megtalálnak minket a törzsvásárlóink. Azt mindenképpen elmondhatom, hogy nagyon sokan vannak, akik azért látom, hogy azért jönnek ki, hogy ide jönnek egyből hozzánk, megveszik a kis mézet, és utána mennek körbe, meg hát mondják is nekünk, hogy na azért jöttünk ki, mert láttuk, hogy lesz a spáz, és itt lesztek, tudják már, hogy itt leszünk. Sőt, van, aki ilyenkor szokott üvegeket visszahozni, mert számít rá, hogy mi itt vagyunk. És hát a helytermelőként én ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom a Dóriék részéről, hogy ez tényleg így összehozza az embereket, egymással is jó viszont tudunk kialakítani, és még egyszer mondom, tehát ez mindenkinek szerintem jó, vásárlóknak is. Ahogy itt összejönnek a termelők, egyébként mit látok? A hallgatók nem láthatnak titeket, én ismerlek titeket korábbról is, és aki ide érkezik, láthat titeket, és itt fiatalok vagytok, mennyire jellemző itt a termelők között egyébként? Mi vagytok a legfiatalabbak, vagy azért érezhető, hogy azért fiatalodnak a termelők is? Ez egyértelműen látszik szerintem, hogy nem is mi vagyunk a legfiatalabbak szerintem, és tök jó dolog ez, hogy tényleg így látom azt én is, hogy egyre többen foglalkoznak ilyesmivel. Hát akkor innen köszönjük, hogy most akkor nem csak a mézet pörgetitek, hanem a vásárlókat is. Kívánjuk, hogy akkor hajrá a stand mögé beállva minél több mézet adjatok el. Andi, neked melyik a kedvenc mézed? Hát nekem a repce, köszönöm szépen, nagyon-nagyon élveztem a bejelentkezést, mézben otthon vagyok, és még egy utolsó kérdés, mert rendkívüli módon érdekel, hogyha hallanak engem az interjú alanyaink, hogy úgynevezett sima mézet tudjuk, hogy mire használjuk. Ugye általában cukor helyett, süteményekbe is keverik az asszonyok, kávéba, teába, vagy kenyére kenjük, de a csokoládés mézet, azt mire használják a vásárlóitok, vagy a nutellás mézet, azt is kenyére kenik, ugyanúgy bele teszik egy kanállal, mondjuk a teába, vagy a kávéba, vagy egyszerűen csak kuriózum, és ha felnyitom az üveget, akkor együttő helyemben megeszem. Nos, hát akkor ebben Jottó feleség Anett segít nekünk, hogy te mit ajánlasz, hogyan fogyasszák? Teába, kenyére, vagy csak üljünk le tényleg, ahogy Andi mondta, és kanalazzuk be az egész üveget. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg szereti a csokit, vagy a karamellát, akkor üljünk le és kanalazzunk, mert azért az nagyon jó, az édesség az testnek, a léleknek. De szerintem teába is egy étcsoki szuperül megállja a helyét. Uh-huh. Sőt, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez akkor azért is lehet jó, mert a gyerekek akkor úgy kapnak édességet, hogy az tényleg jó alapanyagokból, minőségi termékből készülve.
együtt banalazzuk el az egész üveggel. Így van, akár kenyérekenve is nagyon jó, és mégsem nutellás, cukros dolgot eszik a gyerek, hanem mézet. Nos, Andi, hát akkor nézd rá föl. Nem tudom, ez is érdekel? Ezt is vegyek a Paks FM-es kosárba? Igen, feltétlenül légy szíves, már csak azért is, de egyébként innentől kezdve két csokis méz kell, legalább két üveg, mert sokkal gyorsabban el fog fogyni, ha önmagában kanalazzuk, úgyhogy jó. Oké, lesz-e még csokis témád vajon? Tudod már, hogy merre lépsz tovább, és egyáltalán... Most már semmit nem ígérek, hanem majd egyszer meglepetés lesz. Na, úgyse jön be. Tehát, annyit még mondj, hogy most már úgy gyűlik a nép, mert azért most már 9:30 elmúlt, talán most már szállingóznak a vásárlók is. Igen, most már szállingóznak a vásárlók. Tényleg, mikor még megjöttem, akkor a standokat rendezgették az árusok, de most már tényleg szép számmal jönnek. Reméljük, hogy egyre többen érzik meg, hogy kisütött a nap, és ez egy remek lehetőség, hogy sétáljunk egyet, és vásároljunk a szabadtéren. Uh-huh. Szuper, akkor várjuk a következő bejelentkezést. Oké. Paks FM, vasárnap délelőtt adásban. Egy ritkában hallott In Excess felvétel 1983-ból szól a Paks FM-en, amikor adásban vagyunk ebben a gyönyörű napsütéses időben, két helyszínről, én itt a stúdióban, Somodi Solymos Eszter kolléganőm pedig a Spájzon, a termelői vásáron, a Szent István téren, ahol hát kíváncsian várom, Eszter, hogy melyik lesz a következő árus, aki nem kap, ahogy te mondtad, szívinfarktust attól, hogy mikrofon teszel elé. Halló, halló! Hello, sziasztok! Így van, most ismét egy olyan standhoz érkeztem, akik először vannak itt nálunk a Spájzon. A Berta Manufakthoz érkeztem, és hát akkor rögtön meg is kérem itt a tulajdonost, hogy mutatkozzon be nekünk, és hogy honnan érkeztél. Jó napot kívánok, sziasztok, Berta Zsolt vagyok, és Spájzról érkeztünk. Tehát első alkalommal kaptunk meghívást ide Paksra, Spájzra. Örömmel jöttünk, és bízom benne, hogy mindenkinek a kedvébe tudunk járni termékeinkkel, és olyan terméket hoztunk, ami mindenkinek majd kedves lesz, és visszajáró vendégként köszöntetjük közöttünk. Hát én, ahogy ide érkeztem, képzeld el, Andi, az első, amit azonnal szemet szólt nekem, hogy a logójuk nagyon gyönyörű, és két darab BB betű az, ami úgy a fókuszában van a logónak. Miért a két darab BB? Három lányunk van, és mind a három lánynak a monogramja BB, tehát ebből adódott, hogy akkor ez nem maradhat el. És gyakorlatilag van egy nagyon kedves barátunk, aki pedig megtervezte köréje a többi mintát, és úgy alakult ki ez a logó, vagy mondhatom azt kis színe, ami a termékeinken mindenhol visszaköszön valamilyen formába. Nagyon exkluzív és nagyon-nagyon szép külsőt kölcsönöznek itt ezek a logók és rajta a papírok is. De akkor rögtön menjünk is bele, hogy mi mindent lehetne itt nálatok a kosárba tenni, mert látom, hogy vannak üveges, zacskós, kis üveg, nagy üveges termékek. Mi a pétrofil? A pétrofil az ugye főleg a szilva és a kajszi barack, de idén sajnos az időjárás úgy alakult, hogy a kajsziról nem nagyon szüreteltünk. A szilvából gyakorlatilag mi alapból hagyományos szilvalekvárt főzünk, illetve csili szilvalekvárt készítünk, természetesen asszaljuk is a szilvát. Ide a tematikus napra készítettünk egy kicsi dióval összeasszaltat is, illetve csinálunk belőle ilyen szilvasajt jelleggel, inkább cukorkának mondható terméket, amelyet nagyobb vékonyabbra terítünk, ki van kellően szárítva, és kellően édes kés, hiszad a gyümölcs mellett még egy enyhe porcukorral volt megforgatva, és tulajdonképpen így egy kis csemegének, édességnek tekinthető. Az asztalványok terén annyit kell tudni, hogy hagyományos módon csak hasítjuk a szilvát, magozzuk és kerül az asztalóba. Leszárításra kerül, majd ezt követően mi csomagoljuk piacra, semmilyen tartóstószert nem tartalmaz, és hál' Istennek szeretik, tehát visszajáró vendégeink vannak, és köszönik, mert azt mondják, hogy kellemes, jó, és nagyon szép kis csemege estére, vagy finom ízletes csemege estére. Én itt látok, képzeld el, Andi és kedves hallgatók, vákumcsomagolt terméket is. Ő micsoda pontosan, és miért is alkalmazzatok például ezt a technikát? Miért jó ez ennél a... Hát nem tudom még minél, de mindjárt megtudjuk. Kettő terméket lehet látni vákumcsomagolva. Az egyik az kimondottan az aszalt szilva, a másik pedig füge, aszalt füge. Ugye van néhány fügefánk, és nézegettük, hogy mikor eljutunk odáig, hogy termés van, és viszonylag elég jól adja a fa, akkor mit is kezdhetnénk vele, és hát miért ne asszaljuk le. Mi bátrak voltunk, és megpróbáltuk,
bizonyára mások is próbálkoztak már ezzel, viszont hogy tartósítószermentesen csomagolni tudjuk, így a vákumot választottuk, és vákumban csomagoljuk el a termékeket, így amikor a vevő megveszi és kibontja, olyan, mint mikor kijött az asztalóból, és ez akár december közepén is. Ú, ez remek, és akkor itt sincs tartósítószer, ami nagyon jó hír, és ami engem nagyon érdekel, Andi, hogy nem csak gyümölcsöket lehet itt látni, hanem képzeljétek el, hogy van szárított paradicsom olívaolajban. Őt egyébként hogyan képzeljük el, hogyan készül, és mire szokták leginkább használni a házi asszonyok? Hát ez több formában lehet használni konyhában. Tulajdonképpen azt kell tudni, hogy leasszaljuk a paradicsomot. Ez mikor úgymond aszalt kész, akkor mi egy pici etetes rehidratálást csinálunk, magyarán mondva vissza van egy picit áztatva a paradicsom. Ezt követően kerül az üvegbe egy fűszeres olívaolajos pátba, és így tároljuk gyakorlatilag a dunszolást követően, és az üvegben érlelődik. Ez nagyon finom, és szeretik is például egy reggelinél a pirítós kenyérre, a maga az olívaolaj, amennyi kellően kell, beszúvodik a kenyérben, rá a paradicsom, így magában fogyasztható, enyhén sós. Nagyon jó gombába töltelékként tetején egy kis sajttal megsütve, de nagyon jó salátákba, azonnali fogyasztásra, vagy akár csak volt, aki így elvitte, és így megette. Nos, Andi, hát nem tudom, erről a pultról mi kerüljön be a Paksefemes kosárba. Képzeld el, hogy én közben rákerestem a BB Manufakt Facebook oldalára, látom, hogy csillis szilvalekvárral is érkeztetek egyébként a helyszínre? Igen, van csillis szilvalekvárunk, igen. Egyszer ez szintén egy tematikus formában készült, és annyira megtetszett a vevőknek, hogy fönnmaradt a paletten, és tulajdonképpen azóta készítjük. Ez is egy különlegesség, illetve az diót említetted, hogy te a tegnapi diónaphoz hogyan kapcsolódott a standotok, most ilyen csokis dolgokat is látok a fotókat, amikkel, a fotókon, amit, vagy az már elfogyott? Ilyen, tényleg, van még belőle, de tényleg csak a tematikus napra készült. Mi a csokiban nem vagyunk igazán otthon, hanem ugye szerettünk volna, ha már kaptunk egy ilyen kedves meghívást ide a Spájzra, és itt lehetünk, akkor szerettünk volna ennek a felhívásnak is eleget tenni, hogy tulajdonképpen mi is meg tudjuk kínálni a vendégeinket, aki vásárol nálunk egy kis ajándék ilyen csoki korongon. Ezen a korongon gyakorlatilag a mi termékeinkből lévő asztalványok vagy egyéb termékek vannak. Uh-huh. Eszter, maradjunk a csillis cuccnál, Jó, oké, akkor azt kerül a kosárba. Van még belőle. Bár hát lehet, hogy ajánlhattuk volna a BB Manufaktnak, hogy hát ha már van csokoládés és nutellás méz, akkor igazán kipróbálhatnák a csokoládés, akár nutellás lekvár, de szerintem ez már tényleg mindennek a teteje. Tehát mindennek azon, a teteje lenne. Azon, ne keverjük ennyi sok filanus tetejre. Ide, Landi, itt lennél, nem hiányolnád a csokoládét ezekből a termékekből, mert tényleg az ember úgy érzi, hogy nem elég nagy a kosara. Elhiszem. Megérkezett már a kosarad, meg a pénztárcád, apropó? Nem, ők majd 10 óra után érkeznek. Én most mindent fejbe jegyzetelek, és utána pedig beszerezzük a Paksefem kosárba az összes terméket. Helyes, helyes. Nos, 10 percünk van délelőtt 10 óráig. Nem tudom, hogy lesz-e még tudósításod. Egy rövid átköszönésre még be fogok jelentkezni, okay. De már csak egy rövid időre. Jó, jó, mindjárt várunk vissza. Paksefem. Vasárnap délelőtt adásban. Egy rendhagyó adásban műsort fogunk zárni egy-két percen belül Somodi Solymos Eszter kolléganőmmel együtt, mert hogy megbeszéltük az adás elején, hogy olyan még nem volt a vasárnap délelőtti közéleti magazinunkban, hogy élőhelyszíni tudósítással jelentkeztünk volna. Eszter, ezen is túl vagyunk, ezt is megtetted. Hogyan zárjuk a mai spájzos délelőttünket? Halló, halló, itt vagy-e velünk? És halló, halló, sziasztok! Úgy zárjuk a spájzunkat, hogy üzenem a férjemnek, hogy siessen a kosárral. És az ott maradt pénzzel, de egyébként folytatva a beszélgetést, az elköszönés az ki más kifasztam volna, mint a másik Dórit, a másik szervező, Matus Dórit köszöntünk, szia, szervusztok, és képzeld el, hogy nagyon rövid itt az idő, mert tele vagyunk programmal, és a Dórinak is nagyon rövid az ideje, ráadásul gyerkőszel együtt érkezett, úgyhogy nem könnyű kihívás itt most az interjút elkészíteni, de gyorsan be is bombázom a kérdésemet, hogy szerint az ő év a mezőgazdaság tekintetében mik voltak a tapasztalatok, hiszen te magad is a mezőgazdaságban is tevékenykedsz, mint kistermesztő.
igen, tapasztaljuk is, és a többiekkel való beszélgetés is azt mutatja, meg a megyét járva, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt. Érdekesen indult, a tavasz túl hűvös volt, valakinek emiatt a virágzás indult rosszul vagy lassabban, aztán pedig jött egy rendkívül csapadékszegény nyár, júniustól egészen most szeptemberig az elmúlt egy-két hétben esett, előtte viszont van, ahol 4-5 hónapig egy pia, fanyi eső sem. Ez azt eredményező, hogy kevesebb a gyümölcs, hullik a gyümölcs a fáról, mert a szabadulna menteni magát. Aprók a gyökérzöldségek, a gyümölcsök, tehát mind méretben, mind mennyiségben nehézségei lesznek a termelőknek, és ha nincs alapanyag, akkor késztermék meg végtermék is kevesebb. Egyébként már a szakma is foglalkozik a gonddal, hogy a magyar konzervipar megszenvedi, hogy a zöld borsóból, csemely a kukoricából az a száj miatt jóval kevesebb van, ami a konzervipari feldolgozás 70%-át adja itthon, és nincs alapanyag sem az ipar, sem senki számára, úgyhogy vannak nehézségek. Ennek ellenére, akik itt vannak, azok helytállnak, és nagyon szép árúval érkeztek. Nos, hát akkor hallhattuk, hogy nincs könnyű év mögöttük. Reméljük, hogy viszont ennél könnyebb lesz annak a kevés mennyiségnek akkor az előadása, de ahogy látom, itt a spájzon pörögnek az emberek. És gyors kérdés, gyors válasz, bírsre számíthatunk-e tőletek idén, vagy pedig azzal is nagyok a gondok? Azzal is színjen bánunk, de azért ki tudjuk a helyi igényeket szolgálni. Nagyon szépen köszönöm akkor Matus Dórinak az interjút, engedlek is vissza a lányodhoz, kellemes hétvégét. Köszönjük mindenkinek, és jöjjön mindenki, aki még tud, nagyon jó az idő. Köszönöm, Dóri, szia-szia. Én pedig még itt vagyok, Andi. Hát akkor hallhattuk, hogy kemény évet zárt a mezőgazdaság, viszont annál jobb szezon zárhat itt a spájz ismét, hiszen a csokoládé imádók napja még nem ért véget, még érdemes érkezni, mert van miért. Így van, és azt gondolom, hogy amit a fotókon látunk a Facebook oldalunkon, akár a Spájznak az oldalán, akár a miénken, illetve ahogy tudósítottál, tehát jelen pillanatban azt gondolom mindenki elfelejti, hogy mennyire nehéz volt az év, ami a vásárlókat illeti, bőséges a választék, és nagyon-nagyon incsiklandó minden. Neked pedig, Eszter, gyorsan kell vásárolnod, mert jön egy óra a híresekkel. Így van. Így van, hát a féljemre marad. Ó, vásárlás, oké. Eszter, nagyon köszönjük a színes csomagot, amit hoztál, és hát nagyon várom a kosarat. Nagyon várom a kosarat. Készülök, megyek vele. Oké. Okay. Köszönöm szépen, Somodi Sajmos Eszter kolléganőmet, a Spájzról hallottátok. Szia, Eszter! Sziasztok! Zárjuk adásban magazinunkat, tehát ma a Spájzról tudósítottunk. A termelői vásárpakson a Szent István téren tart még délután 2 óráig, ma a második nap van, a tegnapi diónap után ma a csokoládé imádók napja van, de ahogy hallottátok, az elmúlt egy órában nem csak csokoládé van kint, hanem méz, mézes csokival természetesen, lekvár, szörpök, és hát tulajdonképpen minden, szerintem mindenféle termék, amit megszokhattunk már a Spájztól. Kellemes vásárlát, nagy vásárlást, és nagyon jó vasárnapot kívánok a továbbiakra is. Az elmúlt egy órában a technikánál Strasser Andrea segédkezett. A következőkben Pós Szilvi jön hamarosan a 10 órási hírekkel, aztán pedig 1 óra a híresekkel. Adásban voltunk. Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! A Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között.